Sziasztok, itt Giuseppa, ez pedig itt egy sztárdollos videó, nagyon régen volt, és ugye kaptam egy tagságot, olyan egy hónaposat, magyarul 4 heteset telefonról, ugye kaptam rengeteg lóvét is, hogy úgy mondjam lóvét is, és ugye, most ugye nagyon késő van, mert nekem holnap nincs iskola, tehát én fenn vagyok idáig, most videót próbáltam, és ugye vendégkönyvi szerkesztést végeztem el, meg az egész stílusom megváltozott, és nem így néztem ki, ti is tudjátok, és nagyon tetszik az új stílus, az új haj, az új sminkek, feltöltöttem magam, fel vagyok frissülve, imádom a sztárdolgot, most megtetszett nagyon, és pénzt is keresek vele, valamint ugye egy ilyen szavazós lakosztály stílus és divat dolgot is beneveztem, és már 2 kommentet kaptam, és 2 lájkot, úgyhogy azoknak köszönöm szépen. Nagyon kedvesek voltak, hogy odaírták, hogy nagyon szép lett, meg ilyenek. Nagyon örültem neki, nagyon feldobtának volt. Ez ilyen estémet. És ugye vettem pár körömlakot is, és át csak kicsit átkreáltam a magamat. Ez látszik is szerintem. Látjátok? Nagyon szép lettem, gyönyörű, beautiful. És rengeteg, hát nem rengeteg, ez a gatya, ez a sár, meg az a póló, ami új ruha, ez meg az már rég meg volt, és akkor jöhetnek a szépségtudományos tuccok. Igen, jól látjátok, nagyon hülye voltam, már most elköltöttem, de nem bírtam a fejemmel ilyenkor. Ez a haj, amit vettem ugye 24 vagy 20 sztárdollárért, nagyon-nagyon-nagyon tetszik, tehát valami gyönyörű. Esküszöm, az, hogy nagyon jól áll az arcomnak, meg ugye a szememnek is, meg az, hogy ilyen jó a végét, tehát annyira beleszettem ebbe, amikor megláttam, tehát ezt már vagy 2 vagy 3 hónapja bejelöltem, ugye a Wildlist-ba, és ugye kívánság listára, és akkor gondoltam, akkor meg is veszem, mert nem akartam magam tovább szenvedtetni, és ugye a sminkekből is van jó pár, ezt miért hagytam itt egyébként, ezt megkérdezhetem, szemöldök, ceruzam, minden. Pénzt fölöttem egy ilyen luxra is, amit csillog a szemem el, amint látjátok. Nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Nagyon rengeteg szemfehér festéket is vettem még, meg persze pár szemöldök festéket, meg egy ilyen fehér szemkihúzót. És ugye meg akarom nézni, hogy néznek ki különleges színekben a hajak. Mint a haj, a vége. Nagyon érdekelne. Tehát ugye ennek ugye ilyen fehér az eleje. Jaj, de marha jó, hát ez nagyon szép. Megáll eszem. És kékben. Jó, meg a vége ilyen élesebb szín, amit látjátok. Nagyon tetsz. Elég szerettem. Jaj, de jó ember. Ez gyönyörű, csodaszép. Imádom, csodaszép. Még pirosban is gyönyörű. Feketében a legszebb. Mégis nagyon gyönyörű. Valami csodálatosan szépek ezek a színek, hallod. Halljátok, elnézést. De én ezt így fogom hagyni. Ez gyönyörű. Nagyon illik. Nagyon tetszik. Hú, megőrülök, esküszöm. Elmentjük. És ugye a májábumot is szerkesztettem, persze. Az elejét még régen csináltam, de annyira megtetszett, hogy nem a halom átizélni, tehát inkább hagyom, hogy olyan van. Ezt így kijavítjuk, mert ilyen fejességi hiba. Beautiful. Okay. Mint látjátok, itt is ugye nagyon-nagyon-nagyon új képet raktam be, mert már régi, az nagyon nem mondjuk ki a szót, légy szíves, jó. Ezt újraírtam, és ugye még itt vannak az üres lapjaim, tehát szerintem ide berakok egy másik fotót. Ugye a körmömről. Arra fogok benne most írni, hogy mennyire felújtottam a cuccaimat, amikor kaptam ugye tagságot. Szóval mentem addig, ameddig így vagyok, csak kész. És egyébként csak egyet akartam mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon megtetszett újra a játék. Tehát amikor valaki újra belevág, és tagsággal ráadásul, olyankor nem tud leállni. Tehát olyankor megimádja a játékot 5 perc alatt. Persze, ne tagsággal, csak tagsággal van. És ugye ilyenkor olyan boldog, meg ilyenek, hogy akkor jó, hát akkor nem baj, amit mondtam ezelőtt, volt szíttam a izé membőséget, meg az ilyeneket, meg a tagságot. Nem, ilyenkor már tök jól el vagyunk. Egyébként még mindig fel vagyok, és hajnali egy van. Úgyhogy hajnali 2 lesz. Igen, ittam kólát.
Nagyon hülye vagyok egyébként ma. El van borulva az agyam. Csodálatos, tök jól ülik a haj. Csodálatos, imádom, gyönyörű. Ja, is ilyen is van szöveg, mikor majd beléptek a sztárdalomra. Miss József, ha vagyok. Nagy ember és nagy évvel, de a leírásban ott állt az elemet. Ennyi lett volna a videó, örültem nektek. Puszika, és ne felejtjétek el, küldjétek kommentbe olyan dolgokat, amiket sztárdalról fel tudok venni. Akár írhatok stílusokat, mint például emo, vagy csináljak hajat, ilyen cosplayeket, meg ilyenek. Bármit. Bármit, esküszöm bármit, csak írjatok, hogy legyen mit csinálom, és a felhasználóját is írjátok meg sztárdalom. És a videó végén, aki küldte, felhasználó élet megírja, az ötletet megküldte, az benne lesz a videó végében, hogy ő küldte, ez a neve, és ki fogom írni még a videó címébe is. Szóval, sziasztok, jó estét és szép hétvégét mindenkinek, puszi!